Jó napot kívánok! Én Bohata Zsuzsanna vagyok, a horgosi Kárász Karolina általános iskola magyar tanárnője. Kedves ötödikesek, a mai órán mondatokat fogunk elemezni. Szükségetek lesz a füzetetekre és íróeszközre. Amíg ezt előkészítitek, én ismétlésként elmondanám, hogy a mondat zárt kommunikációs egység. Elsődleges jelentését a szavak és a toldalékok együttes jelentése képezi. Másodlagos jelentését a beszélő szándéka, a beszédhelyzet és a nyelv zenei kifejező eszközei befolyásolják. Mondatelemzésnek a mondatrészek megállapítását nevezzük rákérdezéssel. Tehát a mondatot részeire bontjuk, megvizsgáljuk az adott szavak szerepét. A mondatrészek közül megkülönböztetjük a mondat fő részeit, amely az alany és az állítmány, illetve a bővítményeket, vagyis a tárgyat, a határozókat és a jelzőket. Amikor mondatot elemzünk, nagyon fontos, hogy mindig először a mondat fő részeit állapítjuk meg. Először az állítmányt keressük, amit állítunk kérdés segítségével. Utána következik az alany megállapítása, a ki, mi, kik, mik kérdés által, és ehhez a kérdéshez hozzámondjuk azt a szót, amit előtte állítmányként elemeztünk. Ezután a bővítmények keresése, megállapítása következik, vagyis a tárgyé, a határozóké és a jelzőké az adott kérdések segítségével. Amikor elemeztük a mondatunkat, akkor el kell készítenünk az szerkezeti ábrát, vagyis a mondat ágrajzát. Egy korábbi órán említettem már nektek, hogy érdemes készíteni egy hasonló táblázatot, amelyben feltüntetitek a tanult mondatrészeket, a kérdéseiket és a jelölésüket. Miért jó ez? Azért, mert ilyen órák alkalmával, amikor mondatokat elemzünk, és hogyha nem vagytok biztosak valamelyik mondatrész megállapítása esetén a kérdésben, akkor csak rápillantotok egy ilyen vagy hasonló táblázatra, nem kell keresgélni a füzetbe, és könnyedén le tudjátok elemezni az adott szót. Bizonyára már mindannyian előkészítettétek a füzetet, én szeretném, hogyha ti is leírnátok az adott mondatokat, és velem együtt próbálnátok elemezni az adott mondatokat. Nyári élményeink lassan már feledésbe merülnek. Mit állítunk? Merülnek. Mik merülnek? Az élményeink. Melyik élményeink? Nyári élményeink, és tudjuk, hogy a melyik a kijelölő jelző kérdése. Hogyan merülnek? Lassan merülnek. Mikor merülnek? Már merülnek. És hová merülnek? Feledésbe merülnek, ez lesz a helyhatározó. A szerkezeti ábra úgy néz ki, hogy előbb itt is a mondat fő részeit tüntetjük fel, vagyis az alanyt és az állítmányt. Tehát élményeink merülnek. A nyári kijelölő jelző az alanyhoz kapcsolódik, tehát nyári élményeink. Lassan merülnek, a módhatározó az állítmány bővítménye. Már merülnek, az időhatározó is az állítmányt bővíti, és feledésbe merülnek, a helyhatározó is oda kapcsolódik. Remélem sikerült mindenkinek leírni. A következő mondat, a család tagjai izgalmas kirándulást terveztek. Mit állítunk? Terveztek. Kik terveztek? A tagjai.
kinek minek a valamijei, kinek a tagjai, a család tagjai, ez lesz a birtokos jelző. Mit terveztek? Kirándulást, ez a mondatunk tárgya, ott van ugye a tárgyban a T tárgyrag is, tehát jelölt a tárgyunk, és milyen kirándulást, izgalmas kirándulást, a milyen pedig a minőség jelző kérdése. Alany állítmány, a tagjai terveztek. A család tagjai, tehát a birtokos jelző az alanyt bővíti. Kirándulást terveztek, és izgalmas kirándulást. A távoli hegyvidék jó választás volt. Mit állítunk? Választás volt. Mi volt választás? A hegyvidék. Melyik hegyvidék? Nem a közeli, hanem a távoli hegyvidék, kijelölő jelző. És milyen választás volt? Jó választás, minőségjelző. Alany állítmány, hegyvidék, választás volt. Távoli hegyvidék, az alanyhoz kapcsolódik a kijelölő jelző, és jó választás volt, a minőségjelző az állítmányhoz kapcsolódik. Ezzel a mondattal kapcsolatban még annyit mondanék el, hogy az állítmányunk összetett, vagyis névszói, igei állítmány. Mindenki 7 napig élvezhette a gondtalan kikapcsolódást. Mit állítunk? Élvezhette. Ki élvezhette? Mindenki. Ez ugye egy általános alany. Meddig élvezhette? Napig. Ez lett az időhatározónk. Lehet, hogy sokan egyben elemeztétek volna, hogy 7 napig, de külön kell, mert hogy most úgy kérdezünk tovább, hogy mennyi napig? 7 napig, tehát a 7 mennyiség jelző lett. Mit élvezhetett? A kikapcsolódást, ez a mondat tárgya, és milyen kikapcsolódást? A gondtalan kikapcsolódást, ez pedig a minőségjelző. Alany állítmány, mindenki élvezhette. Napig élvezhette. A 7 mennyiségjelző az időhatározóra vonatkozik, tehát 7 napig, ezért oda kötöm az ágrajzban. A kikapcsolódást élvezhette, a tárgy az állítmány bővítménye, és a gondtalan kikapcsolódást, a minőségjelző a tárgyhoz kapcsolódik. Az ősz esős évszak. Mit állítunk? Évszak. Ez egy névszói állítmány. Mi az évszak? Az ősz. És milyen évszak? Esős, ez lett a mondatunk minőségjelzője. Alany állítmány, az ősz évszak, és az esős minőségjelző az állítmányhoz kapcsolódik. Az ősz ecsetje szépen kiszínezte a tájat. Mit állítunk? Kiszínezte. Mi színezte ki? Az ecsetje. Minek a valamije? Minek az ecsetje? Az ősz ecsetje, ez lett a birtokos jelző. Hogyan színezte ki? Szépen, módhatározó. És mit színezett ki? A tájat, tárgy. Alany állítmány, vagyis az ecsetje kiszínezte. Az ősz ecsetje, a birtokos jelző az alanyhoz kapcsolódik, az alannyal alkot szószerkezetet. Szépen kiszínezte, a módhatározó az állítmányt bővíti, és a tájat színezte ki, a tárgy is az állítmányhoz kapcsolódik.
Séta közben sárga, vörös, barna leveleken lépkedünk. Mit állítunk? Lépkedünk. Kik lépkedünk? Mi? Ez rejtett alany, amelyre az igei állítmányunk személyragja utal. Odaírjuk a mondathoz, zárójelbe tesszük, és nagyon fontos, hogy ott is aláhúzzuk. Mikor lépkedünk? Séta közben, ez lett a mondatunk időhatározója. Hol lépkedünk? Leveleken. Milyen leveleken? Sárga leveleken. Milyen leveleken? Vörös leveleken. És milyen leveleken? Barna leveleken. Mindhárom szín a helyhatározóhoz kapcsolódik, és minőségjelző. Alany állítmány és a rejtett alanyt az ágrajzban is úgy jelöljük, hogy zárójelbe tesszük. Vagyis mi lépkedünk. Séta közben lépkedünk, leveleken lépkedünk, és ahogy már az imént is mondtuk, sárga leveleken, vörös leveleken, barna leveleken, tehát mindhárom minőségjelző a helyhatározó bővítménye. Lassan már valamennyi termés a kamrákba kerül. Mit állítunk? Kerül. Mi kerül? Termés. Hogyan kerül? Lassan. Módhatározó. Mikor kerül? Már. Időhatározó. Hány? Mennyi? Termés. Valamennyi. Ez lesz a mennyiségjelző. Hová kerül? A kamrákba kerül, ez pedig a mondatunk helyhatározója. Alany állítmány, termés, kerül. Lassan kerül, már kerül, a kamrákba kerül, tehát mindhárom határozónk az állítmány bővítménye. A valamennyi mennyiségjelző azonban az alanyra vonatkozik, ezért oda kapcsoljuk az ágrajzban. Az emberek néhány nap múlva lakásaikban élvezhetik a kályhák melegét. Mit állítunk? Élvezhetik. Kik élvezhetik? Az emberek. Mikor élvezhetik? Nap múlva. Ez a mondatunk időhatározója, és mennyi? Hány nap múlva? Néhány nap múlva, ez a mennyiségjelző. Hol élvezhetik? A lakásaikban, ez a helyhatározó. Mit élvezhetnek? A melegét, tárgy, és minek a melegét, a kályhák melegét, ez lett a birtokos jelzőnk. Alany állítmány, az emberek élvezhetik. Nap múlva élvezhetik, az időhatározó az állítmányhoz kapcsolódik. Néhány nap múlva a mennyiségjelző az időhatározót bővíti. Lakásaikban élvezhetik, a helyhatározó az állítmányunkhoz kapcsolódik. Melegét élvezhetik. A tárgy is az állítmány bővítménye, és a kályhák melegét a birtokos jelző a tárgyhoz kapcsolódik. Az ötödik osztályosok novemberre ügyesen megtanulták a mondatelemzést. Bízom benne, hogy így van. Mit állítunk? Megtanulták. Kik tanulták meg? Az osztályosok. Hányadik osztályosok? Az ötödik osztályosok, ez a kijelölő jelző. Mikor? Novemberre. A mondatunk időhatározóját találtuk meg. Hogyan tanulták meg? Ügyesen, ez lett a módhatározó. És mit tanultak meg? A mondatelemzést, ez a mondatunk tárgya. Alany állítmány, vagyis az osztályosok megtanulták. Az ötödik osztályosok, a kijelölő jelző az alanyhoz kapcsolódik. Novemberre
megtanulták, az időhatározó az állítmányt bővíti, ügyesen megtanulták, a módhatározó is az állítmányhoz kapcsolódik, és a mondatelemzést tanulták meg, szintén az állítmány bővítménye a tárgy. Összegzésként mit mondhatunk el? Mondataink szavakból épülnek fel, melyeket elemzéskor részekre bontunk. A mondatban lévő szavak a mondatrészek. A fő mondatrészek az alany és az állítmány, a bővítmények a tárgy, a határozók és a jelzők. A mondat szerkezeti vizsgálatát nevezzük mondatelemzésnek. Mindig az állítmányra kérdezünk rá először, ezt követően az alanyt keressük, majd utána a bővítményeket. És elemzéskor fontos a kérdés szerkezete, vagyis a kérdőszóhoz hozzá kell mondanunk a hozzá tartozó szót az adott mondatból. A bővítményt pedig a hozzátartozó szóhoz kapcsoljuk a szerkezeti ábrázolásban. Én bízom benne, hogy hasznos volt az együtt töltött idő, tudtátok velem együtt gyakorolni a mondatelemzést. Köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, további szép napot és eredményes munkát kívánok!